Sziasztok! Nagyon érdekes új játék van itt előttünk az asztalon. Ez a Lego Dots, a Lego új játéka, amit azoknak fejlesztettek ki, akik nem szeretnek annyira építeni. Tudjátok, hogy a Lego főleg arról híres, hogy nagyon sokféle dolgot lehet belőle építeni. Molinak is van egy csomó olyan játéka, amit tudom, egy hajó, vagy házikó, babaház, amit Legóból építettünk. Na most azokra gondoltak, akik nem szeretnek annyira építeni, hanem inkább barkácsolni szeretnek különféle kis aranyos dolgokat. Például, ami itt az én kezemben van, ez egy ceruzatartó. Nagyon helyes, egy ananász formájú ceruzatartó, nem túl nehéz, tehát tényleg bárki meg tudja csinálni. És ami az érdekessége ennek az új sorozatnak, az, hogy egy csomó ilyen kis színes csempe van hozzá, amit szó szerint csempének neveznek, amivel aztán mindenféle tarka mintát ki lehet tenni, tehát ezt már tényleg csak a fantáziájára van bízva az embernek. Aztán ilyen karkötők, nekem ezek nagyon tetszenek. Van ilyen szivárványos, van tukános, ilyen kozmikus, ilyen űr. Van űr, van ilyen állatos, ilyen cica, meg nyuszi, és van unikornisos. Szóval most Molika összerak egy-két karkötőt, ami neki tetszik, aztán összerakjuk közösen ezt a ceruzatartót is. Ceruzából millió van itt a házban, tehát pont elkér egy tartó, főleg ez a kis ceruzatartó, ami tök helyes, és aztán eleresztjük a fantáziánkat, hogy hogyan díszítjük ki ezekkel a kis csempékkel. Kaptunk hozzá még több kiegészítő csempét, amivel még több mintát tudunk kirakni. Én ezt a kettőt választottam. Ez a kozmikus csoda, ez pedig az unikornisos. Mindegyik karkötőcsomagban található egy karkötő alap és a díszítő csempék. Itt van az acskó ugye, segítségül, hogy hogyan is képzelte a tervező, hogy hogyan rakjuk össze, de persze azért nyilván teret lehet adni az egyéni fantáziának is. Molika, te mit gondolsz? Így fogod összerakni? Szerintem én a fantáziám alapján fogom. Fú, nagyon szép lett, Molikám, ügyes Köszönöm. Vagy. Fú, de jól néz ki. Rázd meg a csuklódat, mert hogy egyáltalán nem esik le róla. Igen, abszolút, tehát így mozgasd a kezed jobbra-balra, nem esik le róla. Nem, egyáltalán. Ha egyszer rápattintjátok, rajta marad. És nézzétek, milyen jól néz ki! Az alapcsempekészleten kívül használhattam volna ezt a plusz csempekészletet is. Most jöjjön az unikornisos. Itt is rajta van a minta. Itt az acskóján, tehát ez adhat egy ötletet nekünk, és persze lehet saját ötletünk is. Én ide teszem a másik mellé, mert itt tök menő. Hát ezek nagyon klasszak lettek. Tényleg, komolyan mondom, még nekem is tetszik. Abszolút fiatalos, tök menő. Na nézzük akkor most a ceruzatartót. Nagyon helyes különben, ilyen kis ananászos. Minden itt van a dobozon, a hátulján, hogy hogyan kell összerakni, úgyhogy szerintem bárki képes megbirkózni vele. Na nézzük! Nagyon jó, itt a kis dobozban külön-külön vannak a kis alkatrészek. Molikám, hát akkor kezdjük! Fel a munkára, ebben most segítek neked én is. Na kezdjük akkor azzal a kis sárga elemmel. Itt az alapunk. És ezeket a narancssárgákat elkezdem rakni. Jó. Tök jó. Én mindig is szerettem legózni, komolyan. Ezt már meséltem nektek, hogy volt olyan Lego készlet, amit azért vettünk meg, mert én szerettem volna. Nem azért, mert Molly egy ilyen kis kávéházszerű, vagy teaházszerű volt, és ezt az én kezemért vettük meg, mert én nagyon szeretem ezeket összerakni.
Nagyon jó, alakul a mi kis ceruzatartónk. Klassz. Egyelőre így haladunk. Nagyon jó, hát azért oda nézzenek, és oda fogjuk majd tenni a ceruzát. De jó, gyerekek, készen van, ide nézzetek. Ez nagyon klassz. És milyen gyorsan kész volt? Nagyon klassz. És le lehet szedni a tetejét. És oda Molly lehet majd tűzni a szélére, és akkor nem tűnik el. Hát ez nagyon klassz. Tulajdonképpen így is maradhatna, mert már ellátja a feladatát így is, de hát most jön az izgalmas rész, a díszítés. Van a dobozban erre a célra egy csomó ilyen kis csempe. Nagyon jók. Hát ezekből aztán azt rakunk össze, ami nekünk tetszik. Nézzétek, így lesz most, oké? Kész lett az első két oldal, tetszik? Nagyon tetszik az, amit te is, ami itt a papíron van, de én negyedik szeretnék. És kéz is van, szerintem nagyon szép lett. Ilyen érdekes kis elemeket, nézzétek, ilyen kis alaplapokat. Például ez a ilyen félkör alakú, aztán van négyzet alakú. Sajnos ezek egyelőre nem kaphatók az üzletekben. Mi azért kaptuk, hogy kiéljük egy kicsit a kreativitásunkat, és megmutassuk, hogy mire vagyunk képesek. Nagyon jó pofák, tényleg van fehér meg fekete, és kaptunk hozzájuk ezernyi színes csempét. De tök, nézzétek meg, annyira szépek, ezek egy kicsit ilyen pasztellesebbek, ezek pedig ilyen élénk, erős színűek. Aztán kaptunk hozzájuk ilyen átkötő elemeket, amik arra szolgálnak, még láncok is vannak, amik arra szolgálnak, hogy ezeket az elemeket valahogyan úgy erősítsük össze, hogy ebből valami jópofa formát kihozzunk. Szóval most aztán tényleg kiélhetjük a kreativitásunkat. Ezekből az elemekből el lehet készíteni például egy telefontartót, ami szerintem nagyon praktikus. Már kész is, most pedig kipróbálom. Nagyon szuper! Hát elkészültünk, helyesebben Molly elkészült, és nagyon ügyes kis dolgokat hozott össze. Nekem bevallom, ez az ananász formájú tolltartó, ez a kedvencem, annyira jól néz ki. Tök jó. Nekem mindegyik a kedvencem, azért, mert ez a telefontartó, ez nagyon praktikus, tényleg megáll benne a telefonod. Ebben lehet tartani akár fülbevalót, vagy nyakláncot. Igen, kapcsot. Igen, mi azt tartunk benne. Ez pedig egy tolltartónak. És milyen jó a karkötők.
Azok milyen menők, igaz? Nagyon. Na, szuper. Hát ismét nagyon jól szórakoztunk. Reméljük, hogy nektek is tetszett ez a videó. Ha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha gondoljátok... Nyomjatok egy lájkot, és legyen szép napotok! Sziasztok!